Újra festi az elkopott zebrákat a kerület legforgalmasabb kereszteződéseiben az újpesti önkormányzat. Nem az ő dolga lenne, de a beindulni látszó élet, a megnövekedett autós és gyalogos forgalom miatt a városvezetés ezt így látja biztonságosnak. Véget ért a nyár. Ez azt jelenti, hogy elkezdődött a tanév, és teljes kapacitással üzemelnek a közintézmények, az iskolákon kívül természetesen a bölcsődék és az óvodák is, és ezzel kapcsolatban egy általános tapasztalat, hogy nyilvánvalóan a forgalom is megnő szeptember első napjaitól a nyári hónapokhoz képest. Az önkormányzathoz folyamatosan jöttek és jönnek az aggódó bejelentések, a néhol már csak alig észrevehető, éppen ezért balesetveszélyes gyalogátkelő helyek miatt, amelyek ráadásul a korai őszi-téli szürkületben még kevésbé látszanak majd. A városvezetés ezért gyorsan lépett. Bár nem az újpesti önkormányzat feladata és hatásköre a zebra felfestés, mi mégis úgy döntöttünk, hogy első körben egy tucat, majd később egyre több járda esetében, ahol a forgalmi helyzet indokolja, vagy közintézmény közelében van, és nagyon el vannak kopva a zebrák, úgy inkább saját hatáskörben és saját forrásból ezeket a zebra felfestéseket megoldjuk és pótoljuk. Aztán, hogy a járvány második hulláma meddig engedi majd ezt a hirtelen és látványosan meglódult forgalmat az utakon, egyelőre nem tudni. De a zebrákon, már ha az autósok is így akarják, talán nem múlik majd a gyalogosok biztonsága Újpesten.